otthon az apuval nagyon sokat birkoztunk, tehát imádtam birkozni. Volt rengeteg játékom, de hát a fő játék az az volt, amikor hazajött az apu, akkor elkaptuk egymást, és akkor rá az ágyra is birkoztunk éjjel-nappal, és apunak voltak ismerősei lenne a birkozóknál, levitt, és azt nem sose felejtem el, hogy megnyertem a életem első versenyét, kihasználtam a testi adottságaimat, és akkor ott ragadtam. Mondjuk, hogy milyen motivációk voltak. Az első verseny előtt édesanyám azt mondta, hogy kisfiam, ha holnap megnyered a versenyt, akkor holnap elmegyek ebbe a gyorsétterembe, és annyit ehetsz, amennyit csak akarsz. És akkor gyakorlatilag másnap kivégeztem mindenkit, plusz még ugye nyertem, az is egy hatalmas sikerélmény volt, meg hát ugye másnap tegeszre zabáltam magam az említett gyorsétterembe, és akkor innentől kezdve nem volt más választás, maradt a birkózás. Én túlságosan jó gyerek voltam. És akkor azt mondja a fater, hogy vigyük le birkózókhoz egy kis vagányságot, egy kis csibészséget, szedjen már fel ez a gyerek, mert hát ne legyen a kis múlja, tehát hogy én nem feltétlenül azoknak a gyerekeknek ajánlom csak, akik mondjuk túlzott energia van rendelkeznek, és nem tudok mit kezdeni vele, hanem pont azoknak is ajánlanám, akik kicsit így visszafogottabbak, vagy szerényebbek, vagy nem annyira mozgásszerelmesei, mindenki. Tehát az a birkózás az azért jó sportág, mert itt mindent mind megtalálja a saját számításait. Nem olyan specifikus, mint mondjuk egy mondjuk kosárlabda, ahol alapvetően ezért kiválasztodás van, mert mit tudom én, 1,50 magas kosárlabdázók még nem láttam. Tehát alapvetően ugye, hogy ott azért megköveteli mondjuk az ilyen speciális sporták, hogy magas legyen valaki. Itt a birkózásban, itt van a magas, alacsony, a telt idomútól a vékonyig, és mindenkinek kialakult a saját speciális stílusa, ami eredményes tud lenni. 9-10 éves kor az ideális, amikor el lehet kezdeni ezeket a küzdősportokat. Hogy birkózás, judó vagy box, hát én azt gondolom, hogy szerintem ez a gyerek döntése. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy a gyerek döntse el, hogy mit szeretne csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy mutassunk meg a gyereknek minél több lehetőséget. És majd ő kiválasztja, hogy neki melyik a legszimpatikusabb, hol érzi a legjobban magát, és ez legyen az ő döntése.